Gondolj arra, hogy emész tájföldre, és látsz ilyen írásjeleknek tűnő valamit akárhol, egy bolt cégérén. És sejthető, hogy azok betűk, de te azokat a betűket nem ismered. Nem kell azt mondani okvetlenül, hogy annak nincs értelme, hogy ez hülyeség. A graffiti az, ami a legfontosabb, ezt meg kell érteni, hogy ez nem egy képzőművészeti műfaj. Ez egy közösségi, kreatív aktus, egy bátor aktus, ami rizikót vállal. Oké, hogy nem olyan nagy rizikó, de azért rizikó, és más az, amikor valaki úgy kreatív, hogy abban van valami rizikó. 14 éves lettem, amikor a Mickey Manó meséi kazettánál rájöttem arra, hogyha kitömködöm a kazetta tetején ezt a két lyukat, akkor fel lehet rá venni. Átvettem a Mickey Manóra az egész House of Pain-nek a Jump Around című albumát, vagy nem tudom mi volt a címe, de azon volt a Jump Around. És akkor így lekapartam a matricát, és hát valamit rá kellett írni, tehát ez egy rap kazi, érted? Mégis ne azt lássák már, hogy Mickey Manó meséit hallgatunk. És akkor hát arra ráírtam, hogy House of Pain, ilyen, akkor még nem tudtam, hogy ezt úgy hívják, hogy Bubble Style. És ugye hát ezzel a fajta zenével, ezzel jött az őt körülvevő magyarországi ilyen kultúra, vagy társaság. Kerestük, hogy egyrészt hol szól repzene, másrészt kik azok, akik szintén repzenét hallgatnak. És akkor nagyon érdekes, mert a faterom mondta, hogy látta, hogy ilyen irányba megyek, és akkor ő mondta, hogy ő ismeri a tököli börtönigazgatót, és hogy pont most lesz a hétvégén, hogy Tökölön a srácok ki fogják festeni a külső börtönfalat, és hogy nem érdekel-e. És akkor mondom, hogy hát kifesteni, hát... Ja, hogy graffitizni? Igen, igen. Ja, de hogy ne érdekelne. És akkor fogtam a haveromat, és ugye felültünk a hévre, és mentünk Tökölre a börtönhöz, de hát azért, tehát arrafelé mindenkinek van egy neve, ahogy szólítják meg, tehát hogy, és hogy fog bemutatkozni, mit mondok, és akkor ki kellett találni ilyen graffitis nevet magunknak, meg ki kellett találni valami csapatnevet is, hogy azért mégis valahova tartozunk, tehát hogy lássák azt, hogy mi komoly csávok vagyunk, és akkor találtuk ki, az volt a neve, hogy NGT, Nasty Graffiti Team, még egy rajzot nem készítettünk, de már volt graffiti teamünk. És akkor ugye Ice-T-t is hallgattunk, meg Body Count-ot, és akkor én voltam a Shimmy T, és a haverom volt a Shippy T. Tehát, hogy ennyire elmés ilyen neveket tudtunk kitalálni, de hát muszáj volt valami. És hát lementünk Tökölre, vagy elmentünk Tökölre, és már a héven ugye kiszúrtunk egy-két fura csávot, akik ilyen bő nadrágba, baseball sapkába, ültek kis füzetkébe, ott skiccelgettek, rajzolgattak, furcsán beszéltek, walkmaneztek, stb. És akkor így elkezdtünk hozzájuk így csapódni, és gyakorlatilag mire leértünk Tökölre, addigra már volt egy baráti körünk. És hát onnantól kezdve, hogy leszálltunk a hévről, onnantól kezdve történelem az egész, mert tehát, hogy olyan emberek utaztak akkor ezen a héven, aki mondjuk a Győr MX, akit így ismeri, PM van, azt rajzolta, akkor ő is festett a tököli börtönfalára kívülről. Akkor a Hős, akinek rengeteg festménye volt, Hoes, nagyon-nagyon komoly sztorikat tudnék mesélni. Tehát ez egy iszonyú mélyen levő dolog, ez a nyomhagyás, hogy a nevünk ott maradjon. És hát ezt nyilván szublimáljuk mindenféle módon, de bizonyos értelemben egy tag és egy üzletember által átadott névjegy között nagyon szoros kapcsolat van. Volt egy osztrák figura, Kiselaknak hívták, ő pedig egy abszolút normális állami tisztviselő volt, csak korongecsettel Bécs környéki sziklákra kiírta azt szép nyomtatott betűk, hogy Kiselak. Szerintem az volt a legfontosabb, hogy akárhol vagy, akármilyen környezetben, akármit kapsz, onnan ki tudjál kicsit szakadni, és a saját dolgaiddal tudjál foglalkozni. Nekem az volt a mázim, hogy én ugye egy szerető családban nőttem fel, én onnan akartam egy kicsit szabadulni, mert azért
tehát hogy mindenhonnan szabadulni akar egy tínédzser. Tehát az, hogy egy ilyen közösségnek a tagja leszel, az azt jelenti neked, hogy van egy új idézőjeles családod. Tehát van egy olyan csapat, akikkel el tudsz menni lógni, el tudsz menni velük rebbuliba, el tudsz menni velük esténként például firkálni a falat. Megiszátok az első söröket, elszívjátok az első cigiket, elszívjátok együtt az első jointokat, meg ugye megnézitek azokat a filmeket, amik ezzel a témával kapcsolatosak, és bejönnek, és ugye hát nyilván valamilyen szinten azonosulni akarsz. De eleve volt egy külsőség, aminek meg kellett felelni. Tehát az, hogyha valaki normális, párhuzamos szárú nadrágba jelent meg valaha is, azt gyakorlatilag nem fogadtuk el. Itt mindenkinek bőnadrágja volt ekkora zsebekkel, amiben bele kellett, hogy féljen a portja. Baseball sapka, kapucnis pulcsi, hogyha festékes volt az ujjad, akkor te sokkal menőbb voltál másra, mert akkor látták, hogy te dolgozol. A street art összefoglaló fogalom, ami szerintem legegyszerűbb azt lehet mondani, hogy illegális művészet. Még hozzá se kell tenni azt, hogy köztéri, mert nincs beltéri illegális művészet. Graffitiben, hogy hány művésznő volt igazából, azt nem tudom megmondani, mert valószínű, hogy ez egy elég férfias műfaj. Tehát, hogy azért itt be kell lógni, itt menekülni kell, itt pénz hiány loptuk a festéket nyilván, nincsen semmilyen felelősség, meg veszélyérzeted. Tehát az, hogy mi 95-ben, vagy 96-ban, nem is tudom, hogy már mikor volt, 20-ad magunkkal felrohanjunk a Deák téri kisföld alattiból festékszórókkal, és végigrohanunk az akkori rendőrpalota háta mögött, és összefújjuk az összes rendőrautót. Tehát, hogy ilyen kinek jut az eszébe? Mert nekem, tehát nem, hogy összefújni nem mernék egy rendőrautót, hanem, hogy már egy festékszórót nem viszek magammal, mert már nem akarom, mert ugye már felnőttem, és nem akarok balhét. Kész csók! Hello, fiam! Szia! Majd szólunk, hogy fessenek valami szebbet ide. Az is nagyon fontos, hogy a graffitisek nem csak festik a várost, hanem egy sokkal alapvető módon átélik a várost. Egy urbanisztikai állásfoglalás, és hát nem véletlenül lett a Rákóczi út teli festve. Azok halott helyek. Jelzik, ez olyan, mint a sírköveket látnánk. Jelzik a halott helyeket. Hogy ott nincs felügyelet, ott nincs semmi, volt, de hova lett? A külvárosi hangárba éjszaka megfestették a metrót, ami ment a belvárosba. És hát annál nagyobb szám, mint hogy a te alkotásod így simán így begurul a belvárosba, tehát ez kevés dolog van. Még itthon viszonylag későn kezdődtek az ilyen kocsifújások, mert azért nehezebben lehetett hozzáférni a metróhoz is, meg a vonatokhoz is, de hogy volt itthon is egy ilyen aranyidőszak, amikor, tehát én például tudom konkrétan azt a srácot, aki az első ilyen Volkárt, teljes fedésű vonatkocsit csinálta, és ott az első olyan Volkárt, hogy egy teljes aluljárónak az egyik falát fújba kifújta. Ezek a srácok ugyanúgy beletartoztak ezekbe a brigádokba, csak mondjuk nem arról volt híres, hogy kirúgta egy metrónak kapaszkodó csövet, és azzal összevert egy skinheadet, hanem arról volt híres, hogy ő tényleg művészi oldaláról közelíti meg a dolgot. Nyilván ebbe is van olyan, hogy ugye, aki fölmászott a Lánchídra, és a Lánchíd tetejére odafújta a nevét, vagy a csapatot oda tegelte, az már egy hét múlva óriás sztár volt ebbe a körbe. Úgy, te tényleg fölmentél oda, de nagy király vagy is, király. Jó, én mondjuk én egy óriási pofont azért kaptam fateromtól, mert ő például így látta, hogy mondjuk az én íróasztalom hogy volt, meg mivel volt összefirkálva, és akkor egyszer meglátta a Néprajzi Múzeumnak az egyik hátsó ajtaján ugyanezt a feliratot, és akkor megkérdezte így szépen, hogy na, azt te fújtad oda? Igen, bum. És már jött is a Schaller. Két nagy fogalom van. És a fame és a respect. Fame és a respect.
a hír és a tisztelet. A tisztelet jön a többiektől, mert tátottszer nézik, hogy ez lefestette egy vonatot Tokióba, és nem csak Kiskunlacházán, és Budapesten, és Bécsben, és nem tudom hol, még ott is. És a fém, hogy a hír a hírnév. Én például sokáig kifejezetten azt vallottam, hogy sokkal jobbak az ilyen színes rajzokkal díszített rómos házak, mint azok, amik mindjárt összedőlnek, és még ráadásul csúnyák is. És azt nyilván most már nem vallom, hogy ami fel van újítva, arra oda kell vigyeszteni egy aláírást. Akkor bezzeg vonzó volt. Tehát, hogy én így, amikre emlékszem, talán két-három ilyen tegem, ami még megmaradt a városba, de azok pontosan azt jelzik, hogy 20 éve nem nyúltak hozzá az a házhoz. Tehát, hogy akkor miről beszélünk, mennyivel jobb egy olyan ház, ami 20 éve ott rohad, csak mondjuk van rajta egy ilyen rajz, vagy ott áll vakolatlanul, tégláig lebontva. Én azért hagytam abba egyrészt, mert nem voltam tehetséges ebbe a rajzolás sztoriba. Nekem nem adatott ez meg, tehát én nem tudtam szépeket rajzolni sem, festeni meg pláne. És hát miután egy ilyen gyakorlatilag félbűnözőkből álló csapatnak voltam a tagja, ezért onnan ki kellett szakadni. Tehát nem lehetett. Tehát nekem azok a srácok, akikkel én alapítottam ezt a csapatot, ami kis brigádunk volt, három sráccal, mind a három börtönbe végezte. Tehát ők és nem azért, mert összefirkáltak egy falat. Az, hogy te a csapatodhoz hű vagy, az egy ilyen alap dolog volt. Hogy nagyon kevesen voltak olyanok, akik egyszerre több csapatban is benne lehettek, vagy benne voltak. Tehát nyilván, aki nagyon menő volt, annak ez nem okozott problémát. De az, hogy valaki bekerüljön a te csapatodba, azt ki kellett érdemelni, és azt ki kellett gyakorlatilag harcolni. Volt olyan, hogy láttam, hogy egy srác ugyanazt, tehát a mi csapatunk nevét tegeli a metrón. És oda mentem, és elkaptam a grabancát, és így rákérdezte, hogy haver, te mit csinálsz? Mert hogyha valaki úgy firkált egy nevet, vagy egy csapatnevet, hogy nincs hozzá köze, az azonnal büntetés, nyilván verés. Tehát ezt lehetett érteni. Tehát amikor én ott hagytam a csapatot, 85-en voltunk benne, és már felét nem ismertem. Ez a graffitis dolog, vagy szokás, vagy hobbi, nevezzük akár, hogy ez a 70-es évek Amerikájából indult, ugye? Egy Taki 183 nevű, vagy legalábbis ez volt a beceneve, és ezt írta fel a falakra. Szóval egy ilyen nevű fószertől indult, aki egy postás volt egyébként, és rengeteget utazott a metrókon a különböző ilyen fészkek között New Yorkba. És az volt az ötlete, hogy hát nem tudom, hogy miért, hogy ő fölírja mindenhova ezt a becenevét. Miközben ugye kiszállítja a leveleket, mert mekkora poén, hogy akkor mindenki látja, hogy én ott voltam. És ezt annyira felkapta az ott lévő fekete kultúra, tehát a szegény negyedekbe, hogy valahogy összekötötték ezt a gondolatot azzal, hogy ugye rengeteg billboard volt kín akkoriban, és nyilván ez az ötlet kapura jött, hogy hát, hogyha én kiírom magam mindenhova, akkor ugye az egy reklám nekem. Ezekből a tegekből, vagy amit tegeknek hívunk, tehát, hogy valaki fölírja szimplán a nevét, elkezdtek kialakulni stílusok. Nyilván, aki készségesebben írt, az elkezdte szebben írni a nevét, hiszen ez egy verseny egymás között, hogy nézd, az enyém az sokkal szebb, vagy én sokkal ügyesebben tudom alakítani a betűket, mint te. Kitöltések lettek, a körvonalak közé most már formák kerültek. Aztán elkezdték a formákat variálni, és így jutunk el oda, ami például mögöttem is van, hogy gyakorlatilag nagy kitöltött betűkről beszélünk, aminek igazából az alkotó alakot ad. Ezek a képek igazából nem szólnak különösebben semmiről. Tehát, hogyha az ember történetet vár mögé, vagy valami, nem is tudom, ilyen képi utalást, vagy az inkább a Banksy-féle street art, tehát a képi motívumok, meg annak a szimbolikája, az nagyon ritkán fordul meg a klasszikus értelmében vett graffitiben, ami ugye itt van a Filatori gáton. Látni egy-kettőt, ugye mi is, ahogy jöttünk erre, láttunk egy nyulat például, tehát látni néha figuratív képeket, de többnyire, mivel graffitisek jönnek ki, akik ugye abban nevelkednek, hogy betűket írnak, gyakorlatilag a nevüket festik fel, olyan tipográfiával, ami a graffitire jellemző, ezért általában itt is ezeket csinálják meg, csak ugye sokkal szebben, mint ahogy azt, amikor illegálisan csinálják, lenne rá idejük.
hogy betűket írnak lehetőleg minél szebben, minél egyedibb stílussal, vagy egy olyannal, ami már bejáratott éveken keresztül. Hát, hogyha most olyan pongyolán kéne fogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy a betűknek a kicsavarásáról szól, vagy a betűknek az olyan módon eltorzításáról, ami esztétikailag hat az emberre. A King az egy olyan személy, aki baromi sok helyen fönn van, igazából nem tudod elkerülni rajzait. Ez egy King, aki a király, aki uralkodik a város fölött, aki mindig mindenhol ott van, ha befedett, ha nem fedett be, ha gyűlölött, ha elkapják, ha nem kapják el, mindig kín lesznek a rajzai. A toly az gyakorlatilag egy olyan személy, aki vagy még kezdő, és azért bénák a rajzai, tehát tapasztalatlan, vagy egyszerűen béna. Olyan ember, aki elég egyértelmű szabályokat szeg meg. Vannak olyan közös dolgok, szabályok, mint például az, hogy bizonyos helyekre nem fújnak az emberek, ami alapvető, vagy ami annyira könnyen elterjed a közösségen belül, hogy ezt megtanuljon mindenki, hogy nem fújok szét egy műemléket, nem fújok szét egy kórházat, nem fújunk szét egy tűzoltót. A graffitisek nem festenek fel olyan szimbólumokat, ami erőszakot hordoz magában, vagy ezeket a tabu szimbólumokat, amik eleve be vannak tiltva, tehát a szvasztikát, a vörös csillagot, nem tudom mit. A másik nagyon tabu dolog, vagy nagyon kényesen kezelt dolog az az, hogyha belefestesz egy másik embernek a rajzába. Olyan művészeknek a rajzait, akik már eltávoztak, és élvezik a társaságnak a tiszteletét, tehát valamennyire úgy, akár nevezhetnénk őket köztiszteletben álló graffitiseknek is ezen a közösségen belül, azokat nem fedjük. Úgyhogy vannak tabuk a közösségen belül, de akit elítélünk, vagy amit elítélünk, például ugye a rendőrséget is, azt telifújják. Számomra egy nagyon fontos klasszikus graffitit letisztítottak, ami nagyon sokáig fönt volt. A Kodály köröndön egy házon ezekre a stúkó káderkövekre ráírva, hogy Joy Division. Nem is volt olyan hivalkodó, meg bántó, benne maradt abba a keretbe, tehát nem írta nagyon át. Olyan volt, mint hogy beleírta volna a helyére. És maga a Joy Division név az onnan ered, hogy a holokauszt szakirodalomban, az angol nyelvben így nevezi egy túlélő azt, amikor a haláltámorokban zenélniük kellett a különböző helyekről összeszedett, tehát a Django Reinhardttól a berlini szimfonikusokig oda bedeportált zenészeknek és Joy Divisionnek nevezte, és innen jött a név. És amikor először lefestették, akkor egy kedves street artos ugyanúgy visszafestette. Aztán újból lefestették, és aztán már nem. És egyébként innen üzenem mindenkinek, hogy ez az egyetlen harc, vagy egyetlen megoldás, bocsánat, a nem harc a graffiti ellen. Le kell festeni, rendszeresen lefestik, akkor nem alakul ki egy olyan gócpont, ami nagyon fontos eleme ennek a kultúrának. Mi a tag? Szóval sokan elcsúsznak ezen a fogalmon, hogy mi a tag. Sokan hiszik azt, hogy ez ilyen érkaférka, meg krikstrax, meg rombolás, és valamilyen szempontból rombolás. De hogyha úgy tekintünk a graffitire, mint egy háború ezen a rendszer ellen, akkor a tegek azok a gyalogok, azok a parasztok, azok a gyalogos katonák, azokból van a legtöbb, azt a legegyszerűbb megcsinálni, a legkönnyebb fölírni, a leggyorsabb. Ezért abból, hogyha én szeretnék sok helyen ott lenni a graffitimmel, akkor abból fogok kitenni a legtöbbet, hiszen egyszerű. Na most ez nem jelenti azt, hogy a tag az nem lehet szép, viszont rengeteg laikus nem igazán tudja elolvasni, vagy nem igazán ismeri a stílust, amiben a betűk meg vannak csavarva, vagy meg vannak törve, vagy hajlítva. És nyilván, mivel a kezdők számára is ez a legegyszerűbb, azért rengeteg nagyon szar tag van, és azért sokszor keverik ezt azzal, hogy a tegelés az rossz, de a rajzolás a graffitibe meg tök szép. Rengeteg olyan laikus van, aki nem ítéli el a graffitit, nem mondja azt, hogy az ő házán zavarja, de a tegelés zavarja, miközben a tegelést is lehet szépen csinálni, ugyanúgy, ahogy a nagy rajzokat is el lehet cseszni. Feldobás, throw up, bomba, ez mind ugyanazt jelenti. Ezek rövid, gyors, főleg ilyen hízott betűk, tehát ilyen nagy dagadt betűkkel rajzolt névrajzok. Van művészeti aspektusa, mert van stílusa, de közben a célja az, hogy minél gyorsabb, rövidebb idő alatt fölrajzolt rajzokkal fedjenek minél nagyobb területet. Van egy ilyen terminológia, azt úgy hívják, hogy heaven spot, és
az annyit jelent, hogy nagyon magas, nagyon veszélyesen magas helyre elkészített rajzról van szó. Igazából a Heavenspot az magát a helyet jelöli, ahova készíthető a rajz. És ezek elég nagy tiszteletnek örvendenek a közösségben, mert nem csak azért, mert magas a hely, és mondjuk magasra kell mászni, és nehéz oda felmászni. Valakinek a magán területére lépsz be ezzel, be kell törni oda gyakorlatilag, mint egy betörőnek, pedig ő igazából ugye nem akar ellopni semmit, tehát hogy nem azért tör be, csak hogy felfessen valamit oda tetejére. A murál, vagy mural, az olyan, mintha azt mondanám, hogy fresco, csak valami ilyesmiből is jön egyébként az elnevezés, tehát nem egy graffiti specifikus szó, csak ezt kezdték el használni olyan rajzokra, ahol fönn vannak maguk a betűk, meg van a körvonal, a 3D, van háttere, és esetleg mellé kerül egy karakter. Ezeket a betűket építeni kell. Tehát ez kell egy tervrajz alá, hogy jól mutat-e az elem, amit felrajzolok, ha nem, akkor át kell rajzolnom, meg kell valamennyire terveznem, tehát a komplexitása sokkal nagyobb. Ezt egyébként Wild Style-nak hívják, ez az egyik legöregebb ilyen nagy stílus, amit szoktak csinálni, amit kitaláltak annó még a bronxiak, és egyébként rengetegen három ilyen bronxi fószernek a stílusát másolják ezzel, akik ezt eredetileg kitalálták. Jellemzőek a nyilak, az íves és a szögletes vonalaknak az összhangja. Tehát ha megnéznénk, amit mellette van, az is hasonlít a Wildstyle-ra, de sokkal butább, sokkal egyszerűbb, könnyebben kiolvassátok. Nyilván nem arról van egyébként szó, hogy kibasszanak az emberre, hogy ne tudja elolvasni, de attól lesz szép a stílus, hogy a betűk el vannak fedve ezeknek a forgó, örvénylő nyilaknak a komplexitásában. Van egy kedvenc műfajom, ezt én úgy nevezem a hosszú szöveges graffitik. Amikor valaki szinte meg, ezek nem graffitisek, nem street artosok, nem valami megszállott, aki valami bánatát kiírja. Szlovákiában Tuzla vasútállomásán volt egy ilyen raktárépületen, ami nagyon nagy és nagyon komoly, picit össze-vissza magyar szöveg, valamilyen szerelmi csalódás okán konkrétan megnevezve az illetőket, és egy-két ilyen van. Ezek azért érdekelnek, mert itt ugye nincs, megszűnik a praktikus gondolkodás, itt egy merő szenvedély van. Ha egy laikusnak meg kéne próbálnom megmagyarázni, akkor egyrészt szép, színes, kreatív, hozzájutatja a művészt ahhoz, hogy kifejezhesse magát, tehát a saját stílusát, a saját művészi megnyilvánulását felrakassa valamilyen falfelületre. Általában olyan helyeken vannak ilyen rajzok, és többnyire olyan helyen terjednek ilyen rajzok, ahol már az épületeknek a festékrétege rossz, romlik, omladozik, restaurálásra van szüksége, csak nem, nincs pénz rá, vagy nem fogják megoldani, ahol igazából ezeket a felületeket díszíti, amik üres felületek, senki nem használja, és igazából szerintem a művésznek ugyanannyi joga van kirakni a saját alkotását és felhasználni ezt a közös felületet, mint amennyi joga van valakinek megvásárolni azt és kirakni egy reklámot, ami szerintem nem sokkal szebb, mint ez. Most már ezt ilyen urban artnak hívják, így összefoglaló címmel városi művészet, vagy public art, vagy nem tudom pontosan, mert igazság szerint már ez a szószoros értelmében nyilván nem graffiti, mert a betűkről szól, és nem arról az egóról szól, hogy megmutassuk magunkat, mindenhova nevünket írjuk, és akkor egymásnak üzengessünk ezzel, ki mennyire hardcore helyet tud megcsinálni, vagy minél frekventáltabb pontokon fessen. Igazából ez teljesen csak arról szól, hogy nem tudom, kijövök, valamit szeretnék megfesteni, és azt megcsinálom. Ez a műfaj, ez a mának szól, ez sosem adott esetben az utókornak, tehát én ezt úgy gondolom, hogy ez abszolút csak a mának szól. Ez most elkészült, kész van róla egy fotónk, nekünk az le van dokumentálva, nyilván onnantól fogva, hogy erről más is készít fotót, videót, stb. Akkor több más embernek megvan róla a dokumentációja, de ezt úgy gondolom, hogy így nem, tehát nem ez a legfontosabb része az egész, de maga az alkotási folyamat, ami miatt izgalmas a dolog. Tehát ez valahol egy ilyen önkielégülés mindenkinek. Kimentem, festettem, jól érzem magam, csináltam ma valamit. Kitaláltak például olyan street art technikát, ami azt jelenti, hogy vesz az ember a kínai piacon, nem tudom én, 500 gombelemet, és ugyanannyi kis LED lámpát, és valami egyszerű technika ezt összekapcsolja. Nem, bocsánat, mágnes is kell hozzá. Mágnes, gombelem, LED lámpa. És akkor egy ilyen maréknyi ott világít a kezébe, és földobja mondjuk egy hídnak a vas szerkezetére. És a mágnesek ott tartják, és ezek ilyen kis szétszórt fények ott.
Szóval mindig is nagyon újító volt ez a műfaj. Nagy rész azért csapatban működik ez az egész sztori. De hogy egy idő után azért mindenkinek, tehát hogy én azt nem igazán tudom elképzelni, hogy éveken keresztül ugyanazzal a lelkesedéssel és ugyanazzal a idő és energiabefektetéssel tudja ezt az egész dolgot csinálni, tehát egyformán minden egyes csapattag. Nálunk is igazából hát mi 80 vagyunk, és abban most azt tudom mondani, hogy 3-4 ember, aki így ténylegesen aktívan fest. Van, aki grafikus, van, aki tetováló művész, van, aki zenészként keresi inkább a kenyerét, vagy fotós például. Most nyilván az, hogy egy idő után a megélhetés az azért felváltja azt az egész dolgot, hogy mellette még elmenjen az ember fújkálni. Én is pár másik társam meg inkább ezt a vonalat választotta. Itt is nyilván vannak megélhetési dolgok, de hogy mi azért nem adjuk fel ezt hogy kimegyünk festeni. Az elmúlt, mondjuk azt mondani, 5 évben van az tényleg, hogy meg tudok élni ebből, amit csinálok. Ugyanúgy, hogy mondjuk megrendelésre festek, és nem kell mondjuk, mit tudom én, tájképeket és portrékat festegetnem, mert kialakult egy olyan, tényleg egy olyan karakteres, figurális világom, ami tehát ezt a fajta illusztrációt, ezt valaki keresik. És elég nagy a világ, és áll az égnek, köszönhetjük ezt egy csomó hátrány mellett, mondjuk ezt köszönhetjük pont a szociális médiáknak és az internetnek, hogy marra könnyen el lehet érni. A közvélemény, a külvilág is megváltozott, a kommunikáció is. Tehát például az, hogy hogyan terjednek, mert hát nyilván az interneten rengetegen szájt van, fölteszik, és ez amúgy is ebben a fame és respect bizniszben az is benne van, hogy minden komoly grafitisnek van fekete könyve. Egyszer ezeket kiállítottuk, és kiderült, hogy ez volt az első ilyen kiállítás, hogy ezeket bemutassák. Ezek nagyon féltve őrzött, személyes vázlatkönyvek, feketék általában, és A4-esek úgy nézek, mint a diplomadolgozatok, és ebbe vázlatoznak. És nagyon érdekes volt például ilyet látni, mert kézművészként meg tudom ítélni azért, hogy mennyi dolgozott azon a rajzon. Muszáj egy olyan brendet felépíteni, hogy mit tudom én tényleg ezzel a képi világgal engem tudjanak azonosítani, és nyilván tehát ne kelljen tényleg kuli munkát bevállalnom és fát vágnom azért, hogy fent tudjam tartani magam, meg legyen a számba kaja. Tehát az, hogy én mellette, hogyha nekem úgy van kedvem, és így kimegyek mondjuk megfújni valamit, olyan tök mindegy, egy vonatot, vagy egy olyan falfelületet, amit én kinéztem magam, ezt szeretném megcsinálni, és megcsinálom. Azt nyilván, hát most már így nyilván a szülővárosomban a saját nevemen már ezt nem fogom megcsinálni, mert nem vagyok hülye, hogy utána másnap bekopogtassanak. De vannak, akik amellett döntenek, hogy ők már pedig akkor is csak azt az illegál vonalat fogják tolni, viszont ők eljutnak egy idő után arra a pontra, hogy így oké, most gyakorlatilag megcsináltam a világ összes metróját, vonatját, nem tudom miért, és akkor mi van innentől fogva, mi van tovább, mi a következő lépésem, mert hogy én erre tettem rá az életemet. Én meg egy másik vonalra az, hogy ezt az egész dolgot próbálom úgy balanszírozni, hogy így hogy valahol mindenből legyen benne, hogy én kielégítsem a saját, akár néha az adrenalin függőségemet, csináltam rengeteg illegál dolgot, de sosem, tehát akkor sem az érdekelt, hogy én most ezt akkor is megcsinálom, ha csak 2 percem van rá, hanem azért mérlegeltem. Tehát ha nincsen mondjuk 20 percem arra, hogy ezt megcsinálom, amit akarok, akkor nem megyek be inkább, mert nekem az volt a fontos, hogy egy jó produktumot hagyjak ott. Nem másnak, magamnak. Mielőtt a Space Shock-on megfogtam, azelőtt nekem nagyon komoly volt az, hogy a házunk előtt, vagy az őseim háza előtt, tehát az aszfaltra gyakorlatilag a házunk mögül a bokrokból szedegettünk össze ilyen kökény, vagy nem tudom mi lehetett az ilyen kis fekete bogyó, amit összetörtünk, és ilyen sötét lilás, majdnem fekete masszát kaptunk belőle, amit egy botokkal vakargattunk fel az aszfaltra, és már nyilván azon túl voltunk, hogy mit a ugróiskolát rajzolgassunk, meg kisvilágot, meg ilyesmi, akkor így mit tudom én, amiket hallgattam 10 évesen, nagy sutyomba Moby Dicket, meg Sex Section, meg olyan zenekarokat, amikhez még akkor én fiatal voltam, de ezeket a logókat rajzolgattam fel, és az a vicc az egészben, hogy azóta eltelt 20-20-nak akárhány év is kb. Nagyjából ugyanott kötöttem ki. A zene az nekem marhára fontos, tehát én felkelek reggel, bekapcsolom a számítógépet, és azonnal zenét indítok, és az nekem kell, hogy egész nap szóljon, ez mindegy, hogy milyen zene, amihez éppen kedvem van aznap, és az marhára inspirál, akár egy hangulat, akár adott esetben a dalszövegből valami, bármi. Így az én nyitott szemmel járok, és figyelem ezeket, tehát az emberi reakciókat, és az például nekem az nagyon inspiratív tud lenni, hogy bizonyos emberek hogyan reagálnak bizonyos helyzetekre, akár csak egy arckifejezés, tehát nem is a kimondott, sőt, főleg nem a kimondott szó. A figuráimnak például a szája az mindig csak az, hogy egy bárgyú vigyor, és le van zárva az, hogy a fogsor gyakorlatilag kívül van, az a száján kívül. És
és mondjuk az is pont ezt szolgálta, hogy ők nem beszélnek. Tehát hogy ez tényleg így nincs, tehát nonverbális kommunikáció az egész, ők nem beszélnek, viszont a szemük az mindent elárul. Eleinte nem ezzel a céllal jöttem az elhagyott épületekbe, hogy fú, azért, hogy én most junkikkal és csövesekkel akarok találkozni, és megharcolni velük azért, hogy fessek egy pár órát, hanem csak tudtam, hogy van egy csomó üres falfelület is meg lehet csinálni. Most onnantól fogva pedig, mikor már az ember így bent van itt, meg ugyanúgy, mint ahogy szintén akár a vonatfestésnél nem lehet elmondani ezt a hangulatot, hogy mindenki röhög azzal, hogy hát most ne viccelj, már most mi jó a büdös vasszag, meg a vonatok, meg minden, de akkor is marhára van egy hangulat annak. Ott van az ember éjszaka, ott bujkál a vonatok, de most ugyanúgy ezeknek az elhagyott épületeknek ugyanúgy megvan egy hangulat, hogy hát most is mit hallunk, ugye nyilván a főút mellettünk, de hogyha ez mondjuk kicsit kijebb van, vagy távolabb van a főúton, a madarcsicsergésen kívül semmi. Csend van, nyugi van, nem piszkál senki, lehet festeni, ahogy rohadt szét a felület, abban meg lehet találni egy plusz szépséget, tehát az, hogy adott esetben azokkal a felületekkel játszani. A fura kérdések szoktak felmerülni, hogy hát de ti graffitisek, hát mi az, hogy ti graffitisek, tehát ilyen nincs, hogy ti graffitisek azért, ami ezt csináljuk, hát köztünk is van olyan, aki valaki technózenét hallgat, van, aki rappet, van, aki metalzenét, van, aki nem tudom, sejeminget visel, van, aki kapusznis pulcsit, van, aki a rántottát szereti, van, aki vegetáriános, tehát nincs két egyforma ember ebben a dologban. A Nőklapjában jelent meg, azt hiszem 78-ban egy cikk a break kultúráról, és a breakesek hozták be elsőként a graffitit így a köztudatba. Illetve még hozzánk Magyarországra a rendszerváltás előtt a kelet-német blogból érkeztek úgymond writerek a Balaton partjára, és ők festettek először vonatokat a 80-as években. 89-90-ben a rendszerváltás környékén leadta az M1 a Star Wars című filmet, és ez egy ilyen futótűzként terjedt el a magyar szubkultúrának azon a részén, akik fogóckodni tudtak ebbe az egész utcai kultúrába. Ha nem foglalkoznék ezzel az egész dologgal, akkor azt mondanám, hogy a legfölöslegesebb dolog a világon, mert olyan dolgot hoznak létre a saját pénzükből, amit a hétköznapi ember számára nem szép, nem jó, nem tetszik, viszont ezek az emberek nem üzenni akarnak, semmit nem szeretnek csinálni, egyedül is csak annyit, hogy saját maguknak és annak a körnek versenyszerűen ellátni jelekkel a várost. De alapvetően az emberek elítélik a dolgot, mert nem értik. Nagyon sok érdekes történetet hallottam meg. Az egyik kedvencem egy vonatállomáson, Kunszentmiklóson volt, amikor is az történt, hogy srácok lementek festeni, megfestették a vonatot, 92-93-ról beszélünk, és a mávosok kijöttek másnap reggel, és azt mondták, hogy Pisti, gyertek, képzeljétek el, hogy valami nagy színes rajz van a vonat oldalán, hát ez mennyire szuper. És eltelik 20 év, vagy 15 év, és Pisti, gyertek ki, mert nagy balhé lesz. Az internet előtti tudás az azért érdekes, mert sokkal jobban arra vagy utalva, hogy saját magad fedezzél föl, és találjál ki dolgokat. Egy dolgot látsz, egy magazint, amit rongyosan nézel, a Star Wars-t kiscreeneled a Junos TV-n, és azon pauszpapírra rajzold át a betüket, és onnan formálsz egy saját stílust. Ekkor indult el amúgy a Filatorigát is, az is ilyen 91-92 táján. Az első felirat, azt hiszem, egy Szentendrei brigád volt, egy nagy Beastie Boys felirat volt. Teljesen másképp működött, mint most. Nem voltak így szigorúan rajzok egymás mellett, hanem ez ilyen Brooklyn style-ba széttegelve, szétfirkálva egymásra készültek munkák. Kicsit ilyen berlini fal-szerűen volt használva. És azért is érdekes a Filatorigát, mert hogy a graffitinek az egyik ilyen fő tényezője, hogy minél több ember lássa. Ez kicsit olyan, mint a reklám szakmában, hogy meghatározzák, hogy van egy falfelület, és annak milyen nézettsége van. Milyen reklámértékkel bír, és a Filatorigát ilyen szempontból jó reklámértéket bír, mivel egy vonatsinek mentén fekszik, ezért viszonylag sok ember látja napi szinten. Két nagy crew volt a 90-es években, az SDO meg a PNC. Az SDO volt az, aki a fekete csuhás, akkori nagyon kemény, ilyen kemény rep-huszárok. A PNC az inkább nagyon erősen ilyen legálfalakat csinált, a Filatorigátot eléggé pörgették, nagyon sok streetbombingot is csináltak, de vonatokat is, de minden nagyon fontos volt, hogy kimunkált legyen, szépek legyenek, színesek legyenek, koncepciózusak.
Az SDO-nál pedig maga a rombolás volt, hogy nagyon sokan legyünk, ilyen csorda szemlélet legyen, és megrettenítsék az embereket. Változnak az idők, változnak a technikai tudások, gyorsul az egész műfaj, speciális festékek kerülnek a piacra. Amikor az egész elindult Magyarországon, akkor nagyon-nagyon sok ember kezdte el csinálni. Ha csináltok egy beszélgetést például a 30-as és a 40 közötti generációval, olyan emberekkel, akik fogékonyak a dizájnra, vagy építészetre, vagy bármire, akkor nagyjából ennek a generációnak egy jó nagy százaléka azt mondaná, hogy hát én is fújtam annó. 2000-es évektől elindult az, hogy ezek az emberek művészeti iskolákba kezdtek el járni, és azzal, hogy jó néhány embert fölvettek az iskolába, az újabb generációk látták, hogy van kiút, és egy másik irányba lehet vinni ezt az egészet. Azok a művészek, akik graffitivel foglalkoznak, azok azt gondolom, hogy nem az, hogy szorgalmasabbak, de hogy sokkal jobban tudnak úgy alkotni, hogy nincsenek pénzügyi vágyaik, mert hogy az utcai jelképrendszer, meg az a fajta munkálat, amit megtanította őket, azt sokkal könnyebben tudják bevinni a galéria terébe. Nem zavarja már őket azt, hogy valaki felháborodik mondjuk a munkájukon, vagy megsértődik, vagy azt, hogy kapsz egy negatív kritikát, mert az utcán ez egy pofonnal együtt is hozzájár. Ez egy utcai iskola az egész, és nagyon hamar megtanít szerintem barátságokat értékelni, emberi kapcsolatokhoz való hozzáállás, mert bizalomról szól minden. Kibe bízhatsz, kinek mondhatsz el dolgokat, ki az, aki mondjuk tudja tartani a száját. Ennek egy hihetetlen kifinomult kultúrája van, háttere, amit abszolút nem ismerünk. Azt kell mondjam, hogy ismerve a képzőművészeti életet, például egy sokkal árnyaltabb fogalomrendszerük van. Vannak ilyen szupersztárok a világ minden pontján, akiket szeretnek az emberek megtudni, kik ők, mik ők. A Banksy így elérte azt, hogy egy legenda legyen, úgy, hogy effektív csak köztérrel foglalkozik. Viszont ő ezt már csak úgy tudta megcsinálni, hogy egy nagyon komoly gárda mögötte. Szóval ugyanaz, mint a Rolling Stones. Szóval, hogy most négy srác gitárral, meg egy dobszerkóval, meg egy hanggal nem lesz-e világsztár. Szóval az, hogy most a Banksy mennyire eredeti, ezt csak így jeleztem, hogy ez a street art mítosznak egy része, hogy megvan mindenkinek az a kedvence, vagy az a véleménye, aki így gondolkodik, hogy most éppen kit utánoz, vagy kitől merített, vagy nem tudom én. Egy ilyen technikai környezetben ember legyen a talpán, aki megmondja, hogy mi az eredeti, mi a másolat. És akkor nem is beszélve azokról a kvázi hamisítványokról, amik körülvesznek bennünket. Igazából ez a fantasztikus, hogy a fotográfia, mint műfaj, 100 év után egy csapás elvesztette a hitelét. Korábban elhittünk mindent, ami egy fotón volt, most meg egyáltalán nem hiszük el. De viszont jobban tudunk vele kommunikálni, vagy velünk jobban tudnak a képek kommunikálni. Én mindig is első körben a legfontosabbnak azt tartottam, hogy ezt dokumentálni. Úgy dokumentálni, hogy csinálunk egy magazint, meg kiadványokat, meg internetes portált, meg csomó minden ilyen dolgot. Ezzel lehet egy kicsit így bemutatni azt a szellemiséget, amit mondjuk mi szeretnénk képviselni. És ezzel így próbáljuk így az utatkat nyitni, rendezvényeket próbálunk így szervezni. Akkor idén csináltunk tavaly 2014-ben egy graffiti filmfesztivált. Ennek az volt a lényeg, hogy a rendszerváltástól napjainkig azokat a filmeket, dokumentumfilmeket, tévériportfilmeket, writerek, akik saját maguk csináltak filmeket, azokat bemutattuk. Benn moziba volt, és azt hiszem délután 6-tól hajnali 4-ig non-stop mentek a filmek. Én itt valahol itt látom a szerepemet, hogy ezzel így módon foglalkozni. Fork vagyok, 30 éves, graffitivel és reklámgrafikával foglalkozom. Reklámfilmeket és kampányokat találok ki és készítek el. Készítettem rengeteg reklámdekorációt és megrendelést privát emberek és cégeknek egyaránt. Szeretnék ugyanúgy, mint a magánéletemben ezzel sikereket elérni.
hál' Istennek sikerül is, hívogatnak külföldre, ide-oda, különböző megméretetésekre vagy fesztiválokra. Legutóbb Spanyolországban voltam, Madridban a Meeting of Styles-on. Egy cimborámmal Magyarországot képviseltük ketten. Új stílusokat, új technikákat lát az ember, új gondolkodásokat. Hát, mint bármilyen hobbival kapcsolatban, hogyha az ember elmegy mondjuk egy kutyatalálkozóról vagy egy horgászversenyre, ott is ugyanezek megvannak. Csak hát itt a művészetről és a graffitiről és az élményekről beszélünk. Nem tagadom, régen én is foglalkoztam tiltott dolgokkal, néha hiányzik, de rengeteget tanultam belőle, és idővel rájöttem, hogy nagyon sokat ad, de megtapasztalni nekem elég volt, és inkább a hasznomra próbálom hajtani a dolgot, mint hogy a károm legyen egy rendőri elkapással. Az esetek többségében valakivel megyek festeni, legtöbbször Ádámmal, aki most itt van a balomon, vele járunk rendszeresen külföldre. Egy csapatba tartozunk, vagy egy csapatot írunk. Az Apocalypse Fanatics, aminek most éppen egy kis rajzot is készítünk a tiszteletére, vagy hát így a csapatunk neve visszaköszön benne. Egyedül is el szoktam menni festeni, ha éppen úgy jön ki, hogy ő nem ér rá, vagy más, vagy csak szimplán magamba szeretnék lenni és valami újat kipróbálni, de inkább párosban szeretek vagy több emberrel festeni, mert így mindig inspirál a többiek akár hozzáállása, vagy újfajta technikája, amit használnak. Ádám a nevét festi, én pedig egy karaktert hozzá, ami éppen belenéz egy atomvillanásba. A stílusunk az inkább a tradicionális magyar graffititől más, kicsit újszerűbb, külföldi hatású, úgymond new school. Ilyen festek karaktereket is, murálokat és neveket is. A graffitisek általában blackbookokba rajzolnak. Én régebben használtam, hisz remek útmutatója vagy fényképalbuma utólag a stílus fejlődésnek. Digitális rajztáblán sokkal könnyebben megrajzolom már a rajzaimat. Persze, amikor olyan hangulatom van, akkor leülök otthon is egy sör mellett gondolkodni, hogy éppen milyen irányba haladjak tovább, vagy mi legyen a következő fal. Általában így a blackbookok szoktak egymás között is vándorolni. Nekem is van egy saját, amiben én rajzolok, és egy vendégkönyv. Úgymond vendégkönyv, ahova a barátaimat kérem meg, hogy rajzoljanak. A munkáim fele mondjuk ide szokott elkészülni Filatúrigátra, mivel ide legális és gyorsan kijutok itt Pesten belül, és pont jó a falméret is, de rendszeresen fel szoktak kérni szórakozó helyek, hostelek dekorációjára a belvárosban, erre már többször volt példa. Tűzfalat is festettem a belvárosban, ez a Mika kertnél a Kazinci utcából látható. Ott négyen festettük Buda vagy Pest témakörben egy közel 600 négyzetméteres falat. Ezt a turisták nagyon szeretik és rengetegszer fényképezik. Én szerintem megterméként öröghatott a graffiti műfajra az, hogy egy ilyen igényes új nemzedék követte és a maga módján eltávolodott, de a kapcsolatot és a tiszteletet fönntartja a traditional graffitivel szemben, és hát rengeteg ilyen hibrid műfaj, tudod, ez a vírus marketing, tehát amikor a street artot lelopja a marketing. Ezek is megjelentek, akkor ugye ezek a városdekorációk, amiket én a magam részéről teljesen retrográd dolognak tartok, mert idegen a város testétől, viszont el kell, hogy fogadjam, hogy egy ilyen kompromisszumnak tűnik, hogy valahogy talán ezen vonalon lazulnak és kezdenek el gondolkodni másképp. Ha lefestik a rajzaimat, akkor nem fog el az a pánik hangulat és mérhetetlen bosszú, mint régen. Hiszen elkönyveltem, hogy ez egy ilyen hobbi, vagy egy ilyen művészeti ág, ahol pont ez a lényege, hogy a falak újra és újra megújulnak. Szigetkor ennél a falnál valószínűleg a külföldiek lefedik az alatt, az egy hét alatt az összes rajzot. Egy idő után csak elfogadja az ember, mert ez ezzel a hobbival jár. Graffitiben is előfordulhat mester és tanítvány állapot, de igazából a nagy öregek azok mindig azt mondták, hogy a fiatalok a saját kárukon vagy saját tapasztalataik folyamán tanulják meg azt, amit ők is elértek. Persze vannak jobb fejemberek, vagy közvetlenebbek, akik nem annyira irigykedőek, vagy nem akarják annyira maguknak tartani ezt a titkot. Nekem is volt egy-két ilyen ismerősem, aki segített az elindulásnál, de aztán az ember úgy mégiscsak a saját tapasztalatai alapján
jön rá, hogy ezt hogy is kell csinálni, és szokja meg a keze a munkát, vagy éppen a technikákat. A graffitizés igen drága hobbi, de igazából csak a kezdetek a nehezek, amikor az ember már megszokja, hogy havi kiadássá válik, akkor már nem tűnik fel annyira, és most már elértem azt, hál' Istennek, hogy megkeresett egy német festékgyár, hogy szeretnének szponzorálni, így most már nem kerül pénzbe ez a hobbi. Sajnos itt elég nehéz a helyzet, mert kevés legálfal van. Hivatalosan ez az egyik, ahol most vagyunk. De hát van kiút igazából, el kell kérni falakat, különböző munkákat megszerezni, így lesz az embernek referenciája. Amit nem használnak és nincs mozgás, azt előbb-utóbb össze szokták firkálni, vagy megrongálják amúgy is. A gyárfalakon és az elhagyatott vonat helyeken is gyakran előfordulnak graffitik. De láttam erre már pont ellenkező példát is, sajnos nem Budapesten, hogy a város közepén építettek direkt ezért egy falat, hogy ott graffitik legyenek, egy olyan helyen, ahol nem is gondolná az ember, hogy egy modern centrum, de óvárosi részekkel, és remek kombináció jött ki belőle, és pont ezzel lett modernebb. Nem attól, hogy egy kocka alakú, skifiből megjelenő épület van ott, hanem hogy egyszerűen engedték azt, hogy a graffiti, mint modern megjelenési forma teret engedjen ott magának, nem csak bőgatyás, morcos, baseballsapkás fiatal emberek készítik ezeket az éjszaka folyamán, hanem most már művészetté kinőve magát. Erről igazán lehet beszélni, hiszen az emberek is aktív részvevői lesznek így a rajzoknak. Talán eljön majd az ideje annak is, amikor már ez nem lesz ekkora vétek, de mindig is lesznek olyanok a graffitis társadalomban, akik ezt folyamatosan csinálni akarnak. Nagyon nehéz nem politikusnak lenni köztéren. Mert ugye művészként részt veszel valahol, akkor valahogy azt a helyzetet érzékeled, és egy köztérbe nyilván lehet úgy is érzékelni, mint egy hatalmas nagy szoba, tehát egy nagy akármit is kitettek, hogy nem fér be a kis szobámba, de igazából a köztér a problémáival, a tisztázatlanságaival egy közösségi politikus tér. Ez egy kommunikációs művészet is, mert végül is ezek olyan jelek, amiket ez a közösség olvas. És hogyha egy picit megtanulja az ember ezeket olvasni, akkor az már tulajdonképpen már az egész működésbe lép, megszólal.